Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A Magyar Kultúra Napját 1989-től ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a hindusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, gyökereinknek, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Ebből az alkalommal köszöntöm Kazinc Barcika város vezetőit, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a megjelent országgyűlési képviselőket, településünk korábbi polgármestereit, megjelent díszpolgárait, a polgármester hivatal osztályvezetőit, az intézmény és cégvezetőket, a civil szervezetek és az egyházak képviselőit. Tisztelettel köszöntöm a nap főszereplőit, a kulturális területen tevékenykedő szakembereket, a lelkes önkénteseket, a városban élő és alkotó művészeket, a kultúrát támogató magánszemélyeket, cégeket és valamennyi kultúra kedvelő kedves vendégünket. Ünnepségünk elején fogadják szeretettel a megnyitó produkciót a Kazinc Barcikai Kollák Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskola nagykórusának előadásában. A kórus vezetője Jenes Anna Mária, a művek, melyeket hallhatnak, Magyarország az én hazám, Karai József, Esti Lénótázás, Balázs Árpád, Bodza Virág. Zongorán kísért Kispál Ágnes, a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, vezényel Gyenes Anna Mária.
közbeszéd produkciót a kórusnak és a felkészítő kísérő pedagógusoknak kínál fogadják szeretettel ajándékunkat, melyet Cicka Péter polgármester úr és dr. Marka Jorsolya, a Vastagal Kft. Ügyvezetője ad át. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Baltikart Kft. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2013-ban új díjakat alakított, az a elgondolás alapján, hogy a város közművelődési tevékenységét minél szélesebb körül társadalmi és intézményösszefogással lássák el. Ezeknek az elismeréseknek az átadása következik most, mely felkérem dr. Marka Jorsolyát, a Baltikart Kft. Ügyvezető igazgatóját. Barcika közművelődésének művészeti díj magasrangú szakmai elismerés olyan alkotó közösségeknek vagy magánszemélyeknek, akik valamely művészeti vagy kézművesekben kiemelkedő tevékenységet végeznek, hitvallásuk, munkájuk, eredményeik példamutatóak. Művészeti díjban részesül az Izsó Miklós képzőművészeti kör. Kérem Bacsó István Jölt felejön a színpadra. Az Izsó Miklós képzőművészeti kör 60 évvel ezelőtt, 1958 januárjában helyi rajztanárok és amatőr alkotók kezdeményezésére alakult. Egy esztendeig Ivák Lajos, utána Harcsó Dezső vezette a kört, 1965-től pedig Szerbeli Sándor képzőművész vette át az irányítást. Hozzáértése, széles látóköre, egyenessége, empatikus alkata sokakat terelt a művészetek irányába. 43 szakmai sikerekben gazdagít után egykori tanítványának, Bacsó István rajztanárnak adta át a stafétát 2008-ban. A társaság főleg amatőröket tömörít 13-tól 80 éves korig. Az elmúlt 60 év alatt ebből a közösségből számos művészettörténész, ipar- és képzőművész, építész, fotóművész, filmrendező, animációs rendező, tájkertész, labdarendező, népi iparművész, rajztanár került ki. Az elmúlt évtizedek alatt 5-ször nyerték el a Beripari Körök országos kiállítása Vándor-díját, 2-szer kapták meg a Népművelési Intézet Nívó-díját, végleg a Kiváló Együttes címet. Közösségi díjat adományoztak a körnek, amelyei amatőrgálán, valamint az országos művelnyomi amatőr kiállításon. Úgy fogalmaznak, felgyorsult, értékzavaros világunkban, amely munkás szigete vagyunk, akkor biztonságban érzi magát az ember. Foglalkozásaink a személyiség fejlesztését, árnyaltabb önkép kialakulását szolgálja, élményszerűen, tapasztalati úton a probléma megoldására koncentrálva. Munkáikat ezúttal is köszönjük, további sikeres évtizedeket kívánunk!
Katinc Barcika közművelődéséért művészeti díjban részesül a kamerafotókör. Melyet 1973-tól a mai napig Szatmári Király Ádám fotóművészt vezet. A civil önszerveződés erősítése, a fotóművészet minél színvonalasabb erősítése és terjesztése céljából 1990-ben a Kamera Fotókör fotósai, valamint a régió és azon túli fotósok is alapították a Felföldi Fotográfusok Szövetsége Kulturális Egyesületet. A helyi művészeti iskola diákjai 2004-ben a másik diákfotó alkotócsoportot, mely eleinte a Kodály Zoltán alapfokú művészeti oktatási intézmény égisze alatt, majd 2007-től a Felföldi Fotográfusok Szövetsége és a Kamerafotókör ifjúsági szekcióját működik Szűcs Ágnes vezetésével. Ezzel a szervezeti háttérrel országos, sőt nemzetközileg elismert lett a Kazinc Barcikai fotós élet. A fotós csoportok és egyéni alkotók az elmúlt évtizedekben számos kitüntetést, díjat és elismerést kaptak. Birtokosai a Népművelési Intézet Nívódiának kétszeresen, a kiváló együttes címen. A Szegedi Szalonon két alkalommal, a Makos Szalonon 12 alkalommal díjazták a közösséget 1984-től napjainkig. A fiatalok a FIAP Nemzetközi Ifjúsági Biennálén két alkalommal szerepeltek a világkupa elnyerésében, egy alkalommal FIAP ezüst és három alkalommal FIAP bronzmedál kiérdemlésében részesültek. Az egyéni alkotók nemzetközi fotoművészeti szövetségek arany, ezüst és bronzmedálját és hány szalagját nyerték el 62 országban, közel 800 alkalommal. A fotókör fennállásának 50. évfordulója alkalmával szeretettel köszönjük őket a díjhoz szívből gratulálunk. A 2017-es évben végzett tevékenységért értékdíjban részesült a Kazinc Barcikai Összevontolvadák.
zöld, kreatív, szeretetet töltés közvetítő óvodapedagógusok és a nevelőmunkát segítő dolgozók látják el az óvodás gyermekek nevelését, gondozását, fejlesztését, emellett rendszeresen közreműködnek Kazincbarcika város kulturális eseményein. Az óvodapedagógusok azok az emberek, akik nem csak a munkájukban, de szabad idejükben is szívesen készítenek különböző dekorációkat, fejlesztő játékokat, és kipróbálnak új technikákat, eszközöket, alkotásaik és kreativitások fényesítésére. A 2017-es évben az Adventure újévi programsorozat keretén belül egyedülálló mézeskalács kiállítással készültek, amely egy hónapon keresztül volt látható a Mezei Művész Kávézóban. Idén először a Color Fall hétvége egy igazi születi felvonulással nyúlt, ahol több száz óvodás volt végig az erős úton vidám hangulatot varázslava az itt élők színébe. A legkisebbek a rendezvény színpadán műsorral is kedveskedtek. Egész éves segítő együttműködésüket szívből köszönjük, kreatív tevékenységükhöz a továbbiakban is sikereket és kitartást kívánunk. Szakmai díjat ebben az évben különbség formában adjuk ki annak a tehetséggondozó műhelynek, akinek magas színvonalú közművelődési tevékenysége példaértékű. Kazincbarcika közművelődési szakmai különbségben részesül az Irigy János Református Oktatási Központ zenei tehetséggondozó műhelye. Az Irigy János Református Oktatási Központ zenei tehetséggondozó műhelye 3 éve működik, jelenleg közel 20 tanuló tevékenykedik itt. Kezdetben főleg iskolai ünnepségeken, rendezvényeken szerepeltek az énekes és hangszeres zenész diákok. A műhely 2015-től kezdődően 3 egymás követő évben is sikerrel pályázott a Nemzeti Tehetségprogram támogatására, amelynek segítségével sikerült az intézményben kialakítani egy hangfelvétel készítésére alkalmas stúdiót, megteremteni az élő fellépéshez szükséges technikai feltételeket és beszerezni a szükséges hangszereket. A körülmények javulásával együtt fejlődött a produkciók színvonala, így az elmúlt években számos iskolán kívül fellépésre kaptak meghívást az egy műhely tagjai. Sikerrel szerepeltek Kazincbarcikán kívül Sárospatakon, Egerben, Miskolcon és számos más helyen apró koncertektől kezdve a több száz fős rendezvényekig. 2016-ban Orosz Fanny duettet énekelhetett Freddyvel, az Eurovíziós Dalfesztivál magyar indulójával Budapesten egy pályázat nyerteseként, Bíró Orsolya pedig Paks város önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által hírt az Örökség című dallal kapcsolatos pályázat előadói kövdíjat nyerte el, amelyre a világ minden nagyjáról érkeztek pár jönökre. 2017-ben a műhely részt vett Müller Péter Sziámiánt Ferenc által megkérdetett középiskolás dalfeldolgozó pályázaton, melynek fődíját hozhatták haza a budapesti díjátadóról. 2016 tavaszán elkészült a tehetséggondozó műhely első CD-je,
A diákok jelenleg az elmúlt év legkedvesebb dalainak akusztikus feldolgozásait tartalmazó második albumon dolgoznak. A zenei tehetséggondozó műhely munkáját az iskola négy pedagógusa, Bokorny Ádám Eszter, Kassza László Róbert, Lukács Mérden Henzi Emese és Lukács Balázs Gányúgya segíti. Kreatív tevékenységükhez a továbbiakban is sikereket és kitartást kívánunk! Vállalkozónak, intézménynek, gazdasági vagy egy egyéb társaságnak, aki a város kulturális életének, rendezvényének támogatása kapcsán kiemelkedő és példaértékű tevékenységet végez. Ma ezt a díjat Boros Bálint, a Parisztak Kft. Ügyvezetője veheti át. És székhelyi Parisztak Kft. TV, internet és telefon szolgáltatásban a minőségi, modern és biztonságos szolgáltatásra törekszik. A céljuk mindig is az volt, hogy a helyben élő emberek felekókat kapják meg tőlük. Soha nem akartak országos vállalattá válni, hanem azon a területen dolgozni, ami a szülőföldjük, otthonuk is egyben. A szolgáltatási területük a Szentlő, Putnok, Sajó Szentpéter, Dédes-Tapolcsány által felülhatárolt földrajzi terület. Az új székház is azért került oda, ahol most van, hogy egyenlő távolságra legyen minden ügyfeltől. A Parisztak Kft. Tulajdonosai és dolgozói szinte személyes ismerősként kezelik az ügyfeleiket. 2017. november 21-én a térség egyik legkorszerűbb média központját adták át Kazinc Barcikán. Az elmúlt 10 évben KBTV-ként működő televíziós stúdiója megtörült, ma már Color TV-ként vonzza a képernyőhöz a nézőket. A Color TV adása a Parisztak Kft. Saját, több millió forintos beruházásának köszönhetően a hálózatán HD minőségben több mint 40 településen jelezhető, biztosítja a műsorsugárzás folyamatos, görbülékeny menetét, ezáltal az elkészült anyagokat kiváló minőségben lehetően a nézők felé bemutatva ezzel a színes város és térség mindennapjait. Boros Bálint ügyvezető úr és munkatársi együttműködését, magas színvonalú szakmai munkáikat szívből köszönjük. Hogy titkos szavazással választák ki maguk közül azt a kollégát, aki a 2017-es évben vittett munkájáért költségdíjra javasolnak. A Kazinc Barcika közművelődéséért költségdíj magasrangú közösségi elismerés azon munkatársnak, akinek példaértékű tevékenységét saját munkatársai adott esztendőben a legkiemelkedőbbnek gondolják. A 2017-es évben végzett tevékenységért költségdíjban részesül Ursuczné Blága Krisztina, kapcsolatot tart a helyi és város környéki oktatási intézményekkel,
civil szervezetekkel. Temperamentumos alkata, folyamatos tervezői istenfeszítsége, kreativitása, munkatársaival való családias viszonya mindig kimagasló eredményeket hoznak magában. Az általa írt pályázatok sikeresek, ezek eredményeként sok gyermek és felnőtt ismerkedhetett meg már az alkotás örömével. Országosan is egyedülálló ötletét valósította meg szervezett iskolai csoportot részére a kézműves bérlet sorozattal. Játszóházi foglalkozásokat, kézműves bemutatókat, pedagógus továbbképzéseket, táborokat tart a megye számos területén és a határon túl is. Az egyre népszerűbb születi vigalom rendezvénynek és a 2017-es évben elindult Kölyök-sziget programsorozat egyik főszervezője. Alapító és oszlopos tagja a Sajó-menti Népművészeti Egyesületnek. A népi kismesterségek közül elsősorban a szálas anyagok és a textilművesség területén alkot. Fontos számára a nép hagyományok értetése és továbbadása. Terülekészsége és jó fejlődöm lehetőleg sokáig tovább kíséri szakmai útját. Köszönjük az elmúlt 19 év munkáját, további sok sikert kívánok! Kedves vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim! A következő percekben Kazincz Balcika Város Balcika Art díjának átadása következik, amelyhez tisztelettel felkírám Szitka Péter polgármester urat és Klima István alpolgármester urat. Kazincz Balcika Város Önkormányzatának képviselő testülete 2007-ben alapította a Balcika Art kitüntető díjat, amelyből évente egy adományozható a Magyar Kultúra Napján azoknak a városban élő és alkotó, a városhoz kötődő személyeknek és közösségeknek, akik a művészetek a kulturális élet területén kiemelkedő tevékenységet végeznek. A beérkezett javaslatok közül a szakmai kuratórium kezdeményezésére a város képviselő testületének egyhangú jóváhagyásával Balcika Art díja ismerésben részesül Hegedűs Mária. Hegedűs Mária végtelenül felelős, kreatív, vizuális művész, aki sajnos ma már nem lehet itt velünk, ezért az elismerést fia veszi át. Hegedűs Mária 1951. március 18-án született Vajdonállásan. Érettségi után 1969-ben egy évig segédmunkásként dolgozott Csepelen, majd 1970-től a Vajdonállási Városi Művelődési Házban volt népművelő. 1974-ben népművelés könyvtárstakon diplomázott a Debreceni Tanítóképző Főiskolán, és még ugyanebben az évben Kazincz Balcikán az Egyesi Béni Művelődési Központban folytatta népművelői pályáját. 1978-tól 1984-ig a Városi Tanács Művelődési Osztályán volt népművelősi felügyelő. 1984-től nyugdíjazásáig az Irinyi János Szakközépiskola könyvtárosa és magyar szakos tanára volt. Tanulmányait közben sem hagyta abba, 1982-ben magyar népművelői szakon diplomázott, az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 2000-től pedig PhD hallgató volt az ELTE Modern Irodalom Tanszékén. 2012-ben rendezvényszervezője volt a Művészet Városi Környezetben című Nemzetközi Szimpóziumnak. Vizuális alkotásai 1985-től vannak jelen a hazai és nemzetközi avantgárd művészeti életben.
Ekkor lett tagja a párizsi Magyar Műhely baráti körének. Előadásaival, performanszaival rendszeresen részt vett a Magyar Műhely hazai és külföldi találkozóin. Alkotói és mentori kapcsolatot ápolt a Magyar Műhely alakítóival. Első műveit és tanulmányait a párizsi Magyar Műhely folyóirat mutatta be. Később a hazai és külföldi avantgárd folyóiratok folyamatosan közelték vizuális költeményeit, tanulmányait, képeit tálatokon mutatták be. Kitüntetései Erőtvös József ösztöndi, Kazinc Barcikáért emlékérem, pedagógus szolgálati emlékérem, Kazinc Barcika város polgármesterének elismerő oklevele. 2017. december 24-én, 66 éves korában elhunyt Hegedűs Mária. Kazinc Barcika város önkormányzata ezután szeretne megemlékezni évtizedeken át tartó, kiemelkedő és példaértékű munkájára. Kérem, legyenek kedvesek felállni, és pár másokkal köszönöm a csendet, emlékezzünk most rá, Hegedűs Máriára, akiről rögtön elmondhatjuk, hogy a Kazinc Barcikai képzőművészeti és irodalmi élet megkerülhetetlen alakja volt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!